Több hétre be kellett zárnia a Morzsó Egyesület foglalkoztató szobájának nyáron a koronavírus járvány miatt. De amint lehetett, kinyitottak, és rendületlenül folytatták azóta is hivatásukat. A Morzsó Egyesület a legkisebb korosztálynak tart szüleik segítségével játékos foglalkozásokat. 2011-ben indult, és a háttere, archivált háttere már az, hogy amikor én elmentem nyugdíjba 42 év után, akkor én magamban úgy éreztem, hogy nagyon nehéz lesz gyerekek nélkül élni. 42 évet a gyerekek között töltöttem, valóban játszva, mert imádtam a munkámat, és úgy gondoltam, hogy ebből nagyon nehéz lesz kiszakadni. És bejegyeztettem a cégbírósággal, segítséggel, természetesen közös összefogással, önkormányzattal, jogászok segítségével egy egyesületet, ami azóta is él. 0-tól 6 éves korig, 7 éves korig terjedő időszaknak a nevelését tűzte ki maga elé, nem utolsó sorban a felnőtteknek, tehát a családoknak, a szülőknek a szabadidő hasznos eltöltését. Most ezen belül én szakmailag nagyon fontosnak tartom a korai fejlesztést. Tulajdonképpen ezeket a gyerekeket az évek során úgy fogalmaztam meg magamnak, tehát ők az anyaölből jönnek, de nem tartoznak még intézményes neveléshez. Tehát sem a bölcsödéhez, sem az óvodához. Ilyen hídemberkéknek gondolom, hidat építünk az anyaöl és az intézmény között. Rendkívül hasznosnak minősül. Hozzá kell tennem, hogy ennek a lehetősége tulajdonképpen egy nagyon előkelő gesztusa az önkormányzat részéről, mert ezt a termet lehetőségként biztosították, egy meglehetősen lelakott, bocsánat, a szóért terem volt, innen költözött ki a bölcsöde, és egy léderpályázattal felújítattuk. És azóta szépítjük, építjük, és fogadjuk ezeket a kicsi gyerekeket. 10 órára jövünk, én azt gondolom, hogy teljesen szabad az érkezési időpont, és teljesen szabadon lehet távozni is. Tehát nincs kötött. Én vagyok, kollégám van, amikor jönnek, akkor fogadjuk őket szeretettel, és szabadon távoznak. Tehát azt gondolom, hogy a szabadság. Jöhetek, mehetek, maradhatok is otthon, újra jöhetek. Szabad választás. Itt még él. Simon Csabáné, a bátaszéki óvoda és bölcsöde jelenlegi vezetője elárulta, hogy milyen fontosnak tartja az egyesület működését, és örül, hogy jó kapcsolatot ápolnak egymással, hiszen egy cél vezéli őket. Kiemelten fontos partnerünk az egyesület. Jó párkapcsolódási pont van a Morzsó Egyesület és intézményünk között. Az egyesület céljaiban megfogalmazódnak óvodánk és bölcsödénk pedagógiai programjában és a bölcsöde szakmai programjában is megfogalmazott célok, mint például az egészségnevelés vagy akár a környezetvédelem. A megcélzott korosztály megegyezik intézményünk korosztályával, a bölcsödés és óvodáskorú gyerekekkel. Így számunkra remek lehetőség, hogy elérjük azokat a gyerekeket és szüleiket, akik majd óvodásaink lesznek. Rendszeresen meghívjuk a gyerekeket szüleikkel Mikulás ünnepségünkre, a Mikulás házába, vagy a farsangi mulatságunkra, vagy akár a tavasszal megrendezett óviváróra. Ez a szocializációs lehetőség megkönnyíti a kisgyerekek számára, ha majd óvodába kell járniuk a beilleszkedést, illetve a szülők számára a csoportválasztást. Az óvodában vannak csoportjaink, akik rendszeres látogatói az egyesület programjainak. Ezek a rendezvények mindig színvonalas rendezvények, értéket képviselő előadókkal találkozhatunk. Nem utolsó sorban a Morzsó Egyesület vezetője, Kis István Lászlóné Müller Zsuzsa, hosszú évekig a bátaszéki óvoda vezetője volt, hatalmas szakmai tudással és tapasztalattal rendelkezik, és nagyon örülünk, hogy segíti munkánkat, szoros partneri kapcsolatban vagyunk, sikerült ezt kiépíteni az egyesület és óvodánk között. Az egyesület vezetője elmondta, hogy néz ki egy napjuk, és miért fontos ez a gyermekek életében. A munkánkat úgy állítottuk be, hogy a fejlesztésnek legyen tere. Nem elsősorban a teljesítménycentrikusság, mert az nem érdekes ebben az időben, hanem a személyiségfejlesztés. Tehát a család az az első, ahova beleszületett a kisgyerek. Megkapja a géneket a szülőktől, van egy környezet, amiben élnek, tehát ez az első szocializációs tér, és ez a mi kis egyesületünk pedig
egy következő szocializációs tér, ami a neveléssel, a célirányos neveléssel, a közösségi nevelés felé irányulással próbálja alakítani a szocializációt. Tehát a közösségi nevelésnek az első kis lehelletét itt kapják meg. Egy kicsit az együttműködés, kicsit az egymás segítése, az egymás mellett játszás, csodálatos dolgok vannak, amiket látok, ahogy jönnek. Az első percben sírva, félve, kapaszkodva édesanyjukba. Eltelik 2-3 hét, 1-2 hónap, bátran és ragyogva jönnek. Aztán 11:30 körül elkezdenek álmosodni, és akkor szépen hazamennek. Ami nagyon-nagyon érdekes, nyilván együtt még nem játszanak, mert erre a korosztályra nem jellemző az, hogy együtt nagy szerepjátékok alakulnak, de fantasztikusan érdekesen alakul. Van, amikor már elkérik egymástól, nem kéri, odaáll, várja, megkapja. Soha verekedést még nem láttam ez alatt az idő alatt. Nagyszerű békés együttélésnek a prédáját látom itt ebben a kis csoportban, és ami még borzasztó nagy élmény, hogy akadnak olyan gyerekek, akik úgy jönnek ide, hogy még csak kúsznak, másznak, és egyszer csak felállnak. Az a fenomenális élmény, amikor az anya is, és magam is szájtátva nézzük, hogy megáll, fölállt, megy a többiek után. Tehát ez is a közösségnek a vonzereje. Vannak visszajelzéseim, miszerint megköszönik a szülők, hogy akadálymentes szinte a befogadás a bölcsödébe. Mert már megszoktak egy közösséget, és a szabályokat, mert azért szabályok vannak. Nem csak a gyerekekre figyel az egyesület, családi foglalkozásokat is tartanak, de van, hogy csak a szülőknek szerveznek egy-egy lélekfrissítő eseményt. Vannak esték, ilyen kézműves esték, amikor a szülők, a gyerekek, a testvérek együtt jöhetnek. Ezen kívül hangfürdőt rendeztünk már szülőknek, természetesen csak szülőknek, az, hogy nem jár különösebb mozgással, egy csendes kis fekvés és élvezése a hangoknak, jógatanfolyam, ami belefér abba, ami a személyiség fejlesztését segíti. Szeretettel várunk mindenkit természetesen, nincsenek kikötések, csak elfogadás van. Az ingyenes foglalkozásokat minden hétköznap 10-től délig tartják a Budai utca 61-es szám alatt, a régi bölcsőde épületének egyik termében.